Jó estét kívánok! Ma is jelentkezünk az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinjával, a Kaleidoszkóppal. E heti adásunkban megmutatjuk, hogyan készülnek az ékszerek Demes Ferenc műhelyében, de az adásban egyéb témákról is szó lesz. Tartsanak velünk! Megmutatjuk, hogyan készülnek az ékszerek az alkotó műhelyében. A zene erejével segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat Ózdon. Búcsú Elekné Varga Juliannától. Korábbi adásunkban az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjával, Demes Ferenccel beszélgettünk a művek születéséről és az ihletés forrásáról. Ezúttal azonban az alkotóval műhelyében találkoztunk. Ennek köszönhetően megmutathatjuk Önöknek, hogyan készülnek a szebbnél szebb ékszerek. Az összeállításban az is érzékelhető lesz, hogy az egyszerűnek tűnő munkafolyamatok milyen nehézséget jelentenek annak, aki először próbálkozik velük. Itt vagyunk újra Demes Ferenc otthonában, és egészen pontosan hol is vagyunk most? Hát a Boszorkány konyhában, ahol beszorul az ember olyan időjárásba, amikor a körülmények nem olyanok, hogy télen dolgozunk, de hát ez egy kis műhely, ahol olyan fűtésem van, konvektor, ahol olajfestékes tudok dolgozni, tehát nincs robbanás veszély, tehát nem úgy, mint a lakásban, hogy bemegyünk olajfestékkel festeni, és akkor 3 napig olyan büdös van tőle, hogy az képtelenség. Úgyhogy ez a műhely arra szolgál. Raktár is, itt vannak különböző eszközeim, itt a finom dolgok mennek. Tehát amikor a nagyköveket feldarabolom és gyémánttal nagyolom, akkor az egy másik műhelybe történik, az egy nagy műhely, nagy gépekkel. Itt már a finoman elkészített alapanyagokból már készülnek azok a csodálatos alkotások, amik a kőnek a természeti szépségét próbálja az ember visszaadni különböző eszközök használatával. Hát itt ez nem olcsó játék, mert maga a féldrága kő is érték. A másik, hogy az a legnagyobb érték, amikor te találod meg valahol egy régi bányába, vagy egy útszélén. Ékszereket készítesz itt elsősorban, és tulajdonképpen azért is vagyunk ebben a kis műhelyben, hogy megnézzük, hogy hogyan indul egy ékszernek a készítése. Amit múltkori beszélgetésünk kapcsán mondtad, vagy beszélgetésünk során mondtad, hogy ezt folyamatosan készíted, tehát mindig dolgozol ékszereken. És akkor nézzük először meg, hogy milyen eszközökkel dolgozol. Hát a nagy csiszoló ipari gyémánt korongokkal szeletelem magát az anyagot. Hogyha megnézünk egy ilyen anyagot, akkor így megtaláljuk nyersen, ezeket szépen szeleteljük, és akkor kisebb szeletekre vágjuk, és amikor a kisebb szeletek megvannak, akkor tudunk olyan csoda dolgokat belőle készíteni, mint amit a hamarosan rózsakvarc például néznek. Ez a rózsakvarc. Ez a rózsakvarc, és akkor majd mutatok neked olyan követ, ami... Ez milyen kő? Az egy kristály. Nem minden kőnek tudom a nevét, nem akarok olyat mondani, hiszen annyiféle ásványunk van. Ezek a hasítékok. Na és ezek ilyen, már, ezeknek a szeletelt. A szeletelt. És ez már felcsiszolt. Értem. Ezeket úgy, mint a fűrésszel, tehát daraboljuk, mint a fát, csak hát nagy hűtéssel, meg nagy porral jár, és amikor a rózsakvarcnál például megsikerül csiszolni, akkor ez válik tehát ki belőle. Ez lesz belőle. Igen. Csiszolt állapotban. Úgyhogy ez a rózsakvarc, na ezek is vannak kifejlettségben különbözők, és vannak sötétebbek, világosabbak, na így válogassuk össze. Például, hogyha most megnézzük a te blúzodhoz, nézd meg ezt a színvilágot. Igen. Ez rózsakvarc, vagy? Ez nem. Ez egy akát, különböző színek. Hogyha a sálathoz szeretnénk valamit... Vagy ilyen kékes akár. A sálathoz mondjuk ez illene. És akkor így kiválogatja az ember, hogy melyikhez mi illik, és... Ezer meg egy változata van a köveknek. Na most nincs két egyforma. Ha elmegyünk egy bánya, régi bányába, akkor találunk ilyen gyönyörű ásványokat, hogyha ezeket te átlapozod, akkor látod, hogy ez termésrész Rudabányáról, ezeket lehet találni a Haldányon.
És ilyeneket szoktál találni? Igen, fellelni ilyen meg, csodálatos igen, köveket? Igen, meg járok Zemplénben, Boldogkő várája után Arka községnél hagyom az autót a temetőnél, és akkor onnan gyalog ki a hegyre, és akkor ott a patak partján csoda dolgokat lehet találni, és akkor ezeket összegyűjtöm, aztán van úgy, hogy 3-4-szer kiöntöm a hátizsákom, mert szebbeket találok. Ezeket megnézed, akkor ezekből születnek olyan kavicsokból, olyan gyönyörű ezüsttel befoglalt formák. És különösebben nincsenek is megmunkálva, ha úgy veszik, igen, csak éppen, mert a rusztikus hatása van, pontosan az, hogy van. A természet alkotta a szépséget, meg kell találni, és abban. Akkor azt emeli ki egy szép ezüst foglalattal. Régen nagyon ügyes emberek voltak. Tehát akkor még nem volt képzőiskolák, meg egymástól tanulták, vagy ellesték a szakmát, és voltak tehetségek. Hát ma már érdekes módon az öcsém geológus, és neki egy kő nincs otthon a lakásban. Nekem gyönyörű ásványgyűjteményem van, és honnan indult? A padláson találtam egy reklámszatyor követ. Ez valamikor az öcsémnek gyűjteni kellett vizsgára különböző ásványokat. És ő itt hagyta a padláson. Na én akkor nekifogtam és elkezdtem feldolgozni. És évtizedek során kellett megtanulnom magamtól, meg a könyvekből, hogy mit mivel. Hogy hogyan, hogy pattanak ők. Micsoda szín, gyönyörű. És ez ebből mit készítesz? Tehát van egy ilyen hasíték, vagy hogy lehet ezt nevezni? Szelet. Egy szelet, hogy ebből például mikor derül ki, hogy mit szeretnél készíteni? Hát amikor felszabdalom. Tehát én mondjuk elvágom itt, és akkor itt foglalom be, és akkor olyan, mint egy lángnyel, vagy fordítva, és akkor széles befoglaló, mint egy lángnyel. Tehát ez még így készen nem, hanem utána még ezt te vágod. Így elvágom, igen, így elvágom, meg így, és akkor a fülbevaló, a két hosszúkás fülbevaló jön ki belőle. Ezek mindig a kő adja az ötletet, és kreatívnak kell lenni. Amikor már ilyen állapotban van maga a kő, az ásvány, akkor van egy gép, a finomabb gép, ahol gyémánt, ipari gyémánt szemcsés kővel munkálom meg, nagyolom meg. Utána következnek azok a csiszolóberendezések, amik úgy működnek, hogy a gyémánt szemcsék mindenféle ilyen lapon többfajta gyémánt szemcse van, tehát szemcse méret szerint, és akkor egész a tükrösig, ezt mindig cserélni kell. Nem csak kőből dolgozunk, hanem dolgozunk csontokból, különböző termésekből. Képzelj el egy sörös tepsit, ha összehajtasz, és azt egy körömlakkal megfested, és azt gyöngyökkel felfűzöd, akkor a sörös tepsi is lehet ékszer. Vagy fekete kávét, babszemet, azt is átfurkálod, és akkor annak a bőrrel együtt komponálod. Vagy ilyeneket csinálok, hogy kivágom bőrből, bőrjukasztóval magát a bőrt, és akkor megpróbálom úgy összehozni, hogy itt összefogom, itt összefogom, így, igen, és akkor így már bele tudom tenni a magát a... Ja, értem, mintha befoglalná így, a bőr így van. A követ. Itt látunk több mindent is, ugye vannak itt kagylók, fésűs kagyló elvágva. Kerámia, terakotta. Kerámia, így van, meg van itt egy szép kitűző is igen, előttem. Igen, hát azt csak azért csináltam, hogy megmutassam. Előveszek neked egy agyagot, egy kis agyagtömböt, és akkor megmutatom neked, hogy készülnek azok a legegyszerűbb formák, figurák, amiből később agyagot is lehet készíteni, vagy ékszert lehet készíteni. Itt a nyers agyag, ebből én leveszek, megmutatom neked egy ilyen gombócot, ezt összegyúrom, és innen csak egyik, innen és innen megnyomom. Megcsíped. Ezek lesznek ezek. És azok már készek. Kiégetve gondolom. Azok vagy... kiégetve, sőt, és akkor eleve már csak annyi, hogy kiukasszuk, és égetés előtt leszivacsoljuk, elkészítsük, és ilyen egyszerűen el lehet készíteni egy ilyen formát. Na most ezt már te is. És ezt ki tudod égetni te itt az otthonodban? Egy kis van kemence, igen. Kemencét. Égető kemence. Már elkészülve, kiégetve. Hát abból... Összefűzöd láncnak, vagy fülbevalónak. Aha. Tehát így több színből, több formából. Gyöngyöket fűzöl közé. Tehát közé, hát itt megint megvan az a lehetőséget, hogy például nagyon egyszerűen szívószálakat elvagdosol, és akkor a színes szívószálakat teszed közé. Ja, értem. És akkor távtartónak. És akkor ezeket is lehet színezni úgy, mint ahogy itt láttál
És akkor ebből elég egy ilyen darab, bőrre nagyon divatos, nagyon különleges. Igen, jól mutatom. És fülbevalónak egyet, két szép gyöngyel. Meg be is lehet festeni. Készíteni. Így bármivel. Van, így van. A körömlak nem pattogzik le például a kerámiáról? Nem, mert mennyire tartós? A terakotta nagyon jó beszívja, és lehet, hogy kétszer is át kell kenni. Az első nagyon megszívja, nem adja vissza a fényét, de másodszor rámész, akkor már csoda lesz. Próbáld meg! Jó. Egyébként lehet, hogy most egy ilyet próbálnék meg, mert ettől megmondom őszintén, picit félek, talán ezt megfesteném. Gyakorolj azon. Ezen megpróbálom. Én meg addig elvágok egy kajdót. Jó, rendben van. A körömlaknál meg arra kell ügyeljél, hogy a te színvilágodat használd. Jó, vastagon kell. Még többet? Persze, és akkor, és hogy ne folyjon ki, akkor az agyag tömbre szoktuk tenni. És abba bele. És nem is, ne is várja meg, hogy megszárad, hanem mehet már a szín. Addig mi más csinálunk. De úgy értem, hogy... Persze, az jó, hogyha nem szárad meg. És úgy a színes lakókat tegyem rá. Hát figurálisat biztos, hogy nem fogok tudni rá, csak ilyen elfolyatott hát színeket, mert az nem fog menni. Pár év, tudod? Hogy... Hát pár évtized esetemben, igen. Tehát az biztos, hogy nem menne, de ilyesmit megpróbálok. És ezeket hol is vásárolod? Tehát ezt vásárolod? Ezeket kreatív boltokba kaphatunk ilyeneket. Próbálj meg a kékbe is a... Tegyek a narancsból? Oda, igen, igen. Csak egy olyan... Elég, majd az elfolyik. És lehet vöröset. És akkor most a vöröset próbáld meg, és akkor a narancs és a kék közé próbálj meg. Ebből. Nem szabályos csíkot húzni, de valahogy így a pemzi élével. Szépen inkább csepegtest. Keressünk ebbe a két kagylóba egy olyan követ, ami illene hozzá. Ehhez mit szólsz? Az lehet, hogy jó lesz. Hát, nem tudom. Színében nem igazán. Meg nem is az lehet, hogy nagy bele egy picit. Hát ettől viszont kisebb szerintem kellene. Szerintem ő lesz a nyerő. Lehet. És ezt így kellene ide fogni? Oda fogjuk, igen. Húha, és ezt milyen módon lehet? Most már mutatom is. Ezekből készítünk egy olyan befogót, amivel oda tudjuk rögzíteni. Szépen meghajtsuk, és akkor innen visszafelé a fogóval elkészítünk egy szemet. Egy szemet. Nem könnyen amire, hajlik, azt láttam. Ez is, de könnyen nehezen. Hajlik. És akkor erre ráakasszuk. És úgy fogjuk átfűzni? És akkor ez már itt kész is. És ez már akkor stabilan fogja. Így van, nézd meg. Értem. És akkor most próbáld meg átfűzni. Ezen a... Igen, de én szerintem tegyünk közé egy gyöngyöt. Így, ugye? Tehát így, csak akkor ide tegyünk egy gyöngyöt. Ezek közül ami választál, színbe hozzá. Ami színbe. Nem egyszerű, mert sokféle van, tehát itt a bőség zavara van nálunk. Tessék. Bármelyik jó lenne igazából. Lehet, hogy ebből lesz majd. Körülbelül mennyi idő, amíg elkészül egy ékszer? Tudom, hogy ez nagyon változó, de egy átlag idő, ahogy hogyha nekilátsz. Ahogy az anyag engedelmeskedik, tudod? Volt olyan, hogy csináltam a fülbevalót, az utolsó pillanatban a gyémántkoron kikapta a kezemből, és akkor kezdhettem előre. Mennyire nehéz ezeket a kagylókat átfúrni? Van, hogy elpattannak? Könnyű, van, persze, persze. Sokszor, óvatosan ugye? Kell, óvatosan kell velük bánni. Nem szabad akkor... hirtelen nyúlni ezekhez nem, az anyagokhoz. Nem. Akkor ez óvatosan... azért türelemjáték is, nem? Na most, hát... Bőven. Munka. Munka. Na most ahhoz, hogy egy szép fülbevalót készítsünk, ahhoz megint kreatív boltokból meg lehet vásárolni az akasztót, ezek a kisegítő eszközök, és akkor innentől ezekkel fogunk tudni dolgozni. Tehát most, ha egy ilyen szálat, aminek vége van, próbálj meg ahhoz a rózsaszínhez összeválogatni. Na ehhez ugye, amit igen. Készítettünk most. Egy icipici gyöngyöt kell tenned az aljára, hogy ne essen át. Nézd meg, hogy nem esik át a gyöngy, mert ha átesik, akkor adok egy kisebbet. És ebből mi lesz most? Mit kell nekem készítenem? Abból fülbevalót csinálom. Jó, fülbevalót. És akkor ezekből válogathatok gyöngyöt. Így van. Próbáld meg, egyszerre kettőt csinálunk, hogy egyforma legyen, mert a két fülbevaló az párba legyen. Így van.
Tehát egyformát próbáld meg most felfűzni, és akkor úgy próbáld meg, hogy nagyokat teszel alulra, hogy a látvány a fülbevalónak szélesedjen lefele. Akkor le is kell szednem, mert nem kell leszedni, mert még sok megy rá. Jó. 8-at. Tehát ilyen picit tehetek ide. Persze, 8-at is tehetsz egymás után, majd meglátod. És utána? Na most, ha szabálytalan teszel egy ilyet, kettőt közé, a szabályos közé, uh-huh. Csak össze kell válogatni azt, hogy körülbelül melyik a két egyforma. Igen. Méretben, színben. Most elkövettem azt a hibát, hogy olyan színeket választottam, ami nagyon hasonlít, és alig látom, hogy most hogy is vagyok, de így a fény felé, ha nem fordítom, baj. Akkor látom már, hogy hol tartok. Lakul azért valami. Na most ilyenkor meghajtom derékszögbe. Azt így kézzel meg tudom? Igen. Itt szorosan, ugye? Igen. Ajaj, hajlik az egész. Igen, megvan. Na, innen sikerült. Megint elvágom egy bizonyos hosszúságba, ez már tapasztalat, hogy meg az a hosszúság, és akkor a szemhajtó fogóval újra hajtunk egy szemet. Uh-huh. És akkor innen már így uh-huh. néz ki, látod? És akkor semmi más nem kell készítenünk, csak az akasztót rá applikáljuk. És kész is van. És elkészült ennyi. Az egyik. Amíg én ezzel dolgozok, addig te próbálj meg egy ilyen szálon egy szemet hajtani. Uh-huh. Tehát itt, ide teszed, nézd, igen. És akkor tekerve újat fogsz, és újra megtekered, és innen csak visszahúzod. Uh-huh. Értem. És akkor ilyeneket lehet gyakorolni, hogy de a legjobb az, amikor meghajlítod derékszögbe, és akkor innen visszafele hajtod, uh-huh. mindig kintről befelé. Tehát magam felé, ha igen, lehet így mondani. És akkor nézd meg. Uh-huh. Hát én ilyet biztos nem tudnék így hát hirtelen. Mond. És akkor így most csináljak én ilyeneket. Tessék, itt van a fogó. Jó. Tehát meghajtod először derékszögbe. Itt van a feje, azt most rajta hagyom, nem zavar, most ez nem most, az a most csak gyakorlás. A másik végével dolgoz. Jó. Vagy lecsíped. Uh-huh. És akkor kérem ezt ide. Igen. Tehát magam, vagy hogy is van kifelé? Hogy így derékszög. A harmadik sikerül. Szorosan húzod rá. Hát ez azért nem lett olyan, mint a nem két, baj. De hát ez nem is vártam én csodát. Nem baj, lecsíped, és akkor próbálkozol másra. Uh-huh. Igen, ha ez egyszer nem úgy hajlított az ember, hogy kellene, már nehezebb javítani utána. Ajaj, hát ez nagyon nem lett szép. Most itt a végével szoktad inkább hajlítani, vagy a bejjebb? Attól függ, milyen átmérőt szeretnél. Aha, mert én most szerintem az a baj, hogy túl... hogy milyen átmérőt szeretnél, attól függ. Aha, hát ez inkább hagyjuk is, ez borzasztó lett. Nem baj majd. Csípjél le belőle, csípek. És kezd előre. Jó. Hát nem olyan könnyű ez, csak ez tipikusan az, hogy könnyűnek tűnik, de amikor az ember maga csinálja, ugye először, akkor rájön, hogy annyira mégse egyszerű ez. A tiéd ugye nagyon szép szabályos lett. Hát, mert én nem de az elsőt csinálom. Hát igen. És azt, hogy mivel teszel össze egy ékszerben, az úgy menet közben alakul ki? Vagy hogy hát, kell ahogy most képzelni? Csináltuk, válogatok. Uh-huh. Tehát ez úgy nem ehhez... nagyon határozod el előre, hogy most mit mivel, hanem igen, úgy jön. Igen, igen, igen. Minden kőhöz külön a befoglalót megtervezem, vagy minden befoglaló, hogyha van egy jó ötletem, akkor ahhoz, készítek, uh-huh. vagy alkalmazok egy követ. Jó is, hogyha kombinálod az alapanyagokat, nem? Kagylót, fát, gyöngyöt. Hát nem mindig, csak most ez gyorsabban aha. megy, mint hogy itt csiszoljunk még köveket meg. De jól is mutatnak a különböző anyagok. És miből készítesz még ékszereket? Miből, milyen alapanyagokból? Tehát ami hát kerámiából, üvegből, ásványokból, kristályokból, öröm velük dolgozni. Biztos, hogy remegő kézzel nem jó hozzányúlni, de hozzá kell nyúlni bátran az agyakhoz,
a termésekhez, a csontokhoz, mert ezeknek a gépeknek a segítségével csoda dolgokat lehet művelni, és mindenki saját örömére csinálhatja, vagy én mások örömére, de először én örülök neki, hogy sikerült. A zene közösség formáló erejével segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat Ózdon. Mindez egy pályázat segítségével valósulhat meg, amelyet a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság megbízásából a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület írt ki. A feladatokat helyben a Kék Sirály Zenei Egyesület koordinálja. A komplex programba szociális területen tevékenykedő szakembereket is bevonnak. Mindenki szívében van egy dallam. Ez a címe annak a projektnek, amelyre az Ózd Kék Sirály Zenei Egyesület még tavaly pályázott. A program lényege, hogy zenei eszközökkel segítsen a fiatalok szociális problémáin, továbbá elősegítse az iskolában problémákkal küzdők társadalmi beilleszkedését. A pályázatba 6 és 16 év közötti fiatalokat vonhatnak be. Az Egyesületnek már tavalyi végén lehetősége nyílt hangszerek beszerzésére. Ebben a programban 20 fő vesz részt, és csak mivel a vírus miatt ugye csak 5 fő lehet egy foglalkozáson, így be van osztva 2 pénteken, hogy 5 fő, megint 5 fő, és akkor így változik a létszám. A lényeg a programnak az, hogy ezt a programot szociális programnak is lehet nevezni, hiszen a gyerekeket ilyen jó programba vonjuk be, a szülők is be vannak vonva a programba, és szociális programot is van, egy szociális munkások, aki a szülőkkel elbeszélget, és olyan tehetséges fiatalokat, példaképeket hozunk a programban, akik zeneileg, vagy más iskolai végzettségű, és a fiataloknak, a roma fiataloknak bemutassa az életét, illetve az ő saját életének a vitelét, hogy ő honnan kezdte és hova jutott el. A foglalkozások lebonyolításához a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosított helységet Sajóvárkonyi közösségi házukban. A projekt szakmai hátterét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított szimfónia program adja. Ennek további célja a zenetanításon túl az iskolai lemorzsolódás csökkentése, továbbá a fiatalok képességeinek, koncentrációjának növelése. Délután 2-től van 5 óraig a program, a hangszerek itt, ahogy lássátok, rendben vannak, hisz van 8 gitárunk, van szintetizátor, kajon, van erősítő berendezés. A technikai feltételek tehát adottak. Stábunk ott jártakor pedig érzékelhető volt az is, hogy a fiatalok jól érzik magukat a közösségben, és szívesen járnak a foglalkozásokra. Pályázati kiírás egyik alapkritériuma volt, hogy a zenei oktatást végző szakembereken kívül a folyamatba olyan szociális segítőt is bevonjanak, aki jó kapcsolatot ápol a fiatalokkal és ismeri a helyzetüket. A sikeres megvalósítás érdekében pedig a szülők együttműködésére és részvételére is szükség van. A csoport egyik résztvevője, Góré Gyula Ricardo eddig 2 alkalommal vett részt a közös zenélésen. Ő kahondobon játszik. A keddi zenei találkozóra nagyapja kísérte el. Tagokkal hát minden hétköznap találkozok, nagyon szeretem őket, már ismerem őket régóta, nagyon jó úgy járni. Persze a most összekovácsolódott közösség és az, amit a fiatalok itt elsajátítanak, nem csak addig él, amíg a pályázati időszak tart, hanem minden bizonnyal jóval túlmutat majd ezen. Hiszen az itt megszerzett tudást a fiatalok a jövőben is kamatoztatni tudják. Nagyon segítségükre van ez a program, hisz ők igazán adják magukat
a viselkedésükkel, a zenei szeretetükkel, a komolyságukkal, a fellépés tisztaságával, a megjelenésükkel, a viselkedésükkel teljesen egy más csoportot alkotnak, hisz ilyen inkább ezek a gyerekek, ezek a zene iránti elkötelezettség, ugyanúgy, mint ahogy a roma fiatalokban van a sport, ők a zenét választották és a zene szeretetét csinálják. Persze, hogy lesz a jövőben nekik ez a program, elő fogja segíteni, hisz van egy alapképzésük, lesz egy valami kisebb tudásuk, ha ők akarnak tovább fejlődni, akkor fognak menni tovább tanulni. A program országos jellege lehetővé teszi, hogy a közösség városunkon kívüli szervezetekkel is együttműködjön. Így az Egyesület a Szerencs közelében fekvő Prügykösséggel vette fel a kapcsolatot. A támogatási időszak végén, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, egy családi nappal zárnák a projektet. Ezt a tervek szerint idén júniusban a Máltai Szeretetszolgálat közösségi házának udvarán szerveznék meg. Ezen kívül további fellépéseket is terveznek. Így például a foglalkozásokon résztvevő fiatalok különféle helyi rendezvényeken is megmutatnák tehetségüket. Ez a projekt július 31-ig tart, de mivel én a Kéksrájzen Egyesület elnöke vagyok, én ezt nem fogom abba hagyni, hisz már adott minden, mert megvan, ezek a hangszerek itt maradnak az Egyesület kötelékében. Ezek a hangszerek itt maradnak, így csak a szorgalmam múlik, hogy mikor jövünk össze, és hetente egy-két alkalommal összejövünk és próbálunk. Ez a program nem fog leállni, még ha támogatást nem kap is, hisz ön részt vállalva én ezt fogok folytatni továbbra is. Minden adott tehát ahhoz, hogy a projektben résztvevő fiatalok, a szülők és a feladatokat koordináló szakemberek közös munkája hosszú távon is meghozza gyümölcsét. Mindez pedig még inkább biztosítottnak látszik, elnézve az idejáró fiatalok lelkesedését és szorgalmát. Így minden bizonnyal nem csak ők szeretnék a későbbiekben megmutatni tehetségüket, hanem leendő közönségük is várja már, hogy hallhassa játékukat. február 22. Szomorú nap ez azoknak, akik ismerték és szerették Elekné Varga Juliannát. Az Ózdi Néptánc Egyesület oszlopos tagja ezen a napon intett örökre búcsút nekünk. Elekné Varga Julianna 1960. június 22-én született Ózdon. Mindig is szívügye volt a néptánc és annak világa, amely már a 70-es évek óta élete részévé vált. Tagja volt a nagymúltú Ózdi Kohász Tánc Együttesnek, amellyel bejárta hazánkat, de számos európai országba is eljutott. Később férjhez ment, megszülettek fiai, így családja és gyermekei nevelése elsődlegessé vált számára. A rendszerváltás környékén megszűnt az Ózdi Kohász Tánc Együttes. Később azonban Csepelen megszervezték az öreg táncosok találkozóját, amelyen ő is részt vett. Ezt követően született meg az a gondolat, hogy városunkban újra beinduljon a néptánc. Így alakult meg 2001-ben az Ózdi Néptánc Egyesület, amelynek meghatározó személyiségévé vált. Szervezőként nem csak a kezdeti időszakban, hanem az azt követő években is nagy részt vállalt a közös munkából. Kapcsolatainak köszönhetően pedig néhány év múlva lehetőség nyílt arra, hogy az Egyesület tagjai Törökországban vendégszerepeljenek. Ezt több olyan fellépés követett, amelyet szintén ő bonyolított, mindvégig lelkesen és fáradhatatlanul. Közben úgy táncolt, mintha az évek mit sem számítanának.
Munkája elismeréseként később a szervezet örökös tagjává választották. Betegsége miatt azonban 2019-től már sem a táncot, sem a szervezői munkát nem folytathatta tovább. Optimizmusa, tenni akarása azonban mindennek ellenére munkált benne. Az egyesület megalakulásának 20. évfordulójára készült, amelyen ő is részt vett volna. Sajnos azonban győzött a betegség, és 2021. február 12-én eltávozott közülünk. Utolsó útjára február 20-án az Ózdi Néptánc Egyesület több tagja is elkísérte. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!